Na mi a helyzet, gyerekek? Csinálok egy ilyen összefoglalót és beszámolót a farm túráról, ahol megmutatom a képeket, és nem csak a farm túra lesz, hanem az egész szerdai nap, ugye a farm túra plusz este a vásár. Na, tehát a videók, amit csináltam, nekem ez a túra nagyon jó volt, és sokat tanultam, meg embereket ismertem, meg beszélgettünk. De a videóanyag nem lesz olyan látványos, vagy olyan évezhető, vagy olyan izgalmas, mert ugye többnyire csak duma lesz, meg ott járkálunk és beszélgetünk, és többnyire angolul, úgyhogy sajnálom, de azért feltöltöm, hogyha ne talán érdekel valakit, az meg tudja nézni. Na, de gondoltam, hogyha csinálok egy ilyen screen recordingot, végpörgetem a képeket, és elmondom magyarul a fontosabb dolgot, hogy mik történtek ott, akkor az élvezhetőbb lesz. Na jó, akkor kezdjük is. Pörgessünk végig a képeken. Ja, sajnos a képeken a resizing nem pont a legjobban sikerült, és így nem full screen, na de mindegy, ez van. Na, itt kezdtük ugye, a University of Florida Extension Office, ez Immokalee-ba, oda már kimentünk, ez az izé után van, a boci farm után, a boci börtön után, azt nincs miért belé tegyem, mert... Na itt voltunk, megettünk egy néhány mandarin, csak akkor hátra mentünk itt az épületek mögött, ott van a Citrus Research, és itt tartották a beszédet a citrusról a kutatók, akik azzal foglalkoznak, hogy a betegségeket, főleg ezt a greening, hogy zöldülnek meg a narancsok, ezt a betegséget, hogy lehetne kikezelni. És itt mutassa beneficial predatory lady beetles, waspok, tehát ezek a beneficial insektek, ugye a jótékony rovarok, amik megeszik az egyéb rovarokat, amik károsok. Na, és az űrge hol van? Itt, tehát ez az ember tartott egy beszédet, és utána ez az ember a kalapos. Ez indiai, ez azt hiszem mexikói, spanyol. Na, de elmondták a beszédjükbe ugye, hogy milyen nagy probléma ezek a betegségek, a narancsbetegségek, mekkora károkat okoznak, és próbálják orvosolni, és akkor ez ugye itt a kísérleti állomás, mindenfélevel kísérleteznek, és a végén ott a videóban hallottátok, hogy megkérdeztem, már mondta ugye az űrge, hogy kísérleteztek azzal, hogy kevesebbet vegyszerezzenek és tegyenek komposztot rá, és akkor jöttek oda ezek a jótékony bogarak, és akkor kevesebb volt a betegség. És akkor mondom neki, hát akkor nem jobb lenne egy a monokultúra helyett permakultúra és polikultúrás rendszerbe termesszünk és ne spriezzünk egyáltalán, vagy ugye egy minimálisan, és komposztot, múlcsot használunk, stb. Csak nem volt sok idő a végén a kérdésekre, mert ugye meg program szerint ment a túros, kellett mindig sietni, hogy mindenhova elérjünk. Úgyhogy a végén nem volt idő, hogy ezt megtárgyaljuk. Na, de mindegy. A lényeg az, hogy hogy megkérdeztem, és ott valamit válaszolt rá, hogy igen, ilyen, meg olyan, de jó, nem értik még ezek az emberek, hogy mi a pálya. Na, tehát az történik ugye, hogy 1000 hektárokon termesznek narancsot, sok 1000 hektáron, és elharapóznak ezek a kártevő rovarok, és mivel spréjeznek, mindent levegyszereznek, ezért a jótékony bogarak is meghalnak, vagy oda sem mennek, és ezért tudnak átterjedni ezek a betegségek. És akkor ilyen szémalomharcot vívnak ezek az emberek, ugye ők a kutatók, persze az adófizető pénzin tartott kutatók.
akik próbálnak megoldást keresni, de hiába, mert ha kapnak is egy megoldást, egyet megoldnak, jön a következő probléma. Úgyhogy ezért nem foglalkozok én ilyesmivel, ezért hagyom én a természetre, hogy ők rendezzék ott kint el a bogarakso, madarakso, baktériumokso, gombakso, egymás között intézzék, és én csak egy kicsit koordinálok itt-ott, egy kicsit ültetek, egy kicsit mulcsozok, s a többit intézze a természet. Mert nem tartom azt hosszú távon fenntarthatónak, meg hatékonynak, hogy mikromanagerünk, mindent próbálunk, mindent kontrollálni, és mindent vegyszerezni, és mindent. Egyszerűen ez nem az én módszerem. Na mindegy, ennyit így Dióhéjban. Ez már a következő megálló a BHN paradicsom kísérleti állomáson. Nem kísérleti állomás, ez egy cég, egy magáncég, aki azzal foglalkozik, hogy paradicsom fajtákot termesz ki hibridizációval, ugye keresztezve különböző fajtákot, s laboratóriumban vizsgálják, s akkor kiültetik ide a melegházakba, s ide-oda ki a mezőre, ott van egy egész nagy területük. És azt mutatták, itt van a... Ugye két busz volt, de utána még jött egy busz, tehát összesen három busz volt a turán, de az másik busz egy óra késéssel indult. És... Ja, itt a hölgyik elmagyarázta, hogy mit csinálnak. Amúgy ez a Tim, ez a sapkás, ez a megyei tanácsos. Az egyik főgóri itt Collier County-ba, Collier megyébe. Kifejtjük a Mobius-szal a fejemen. De ott fényképeztem össze-vissza, ugye egy kicsit nehéz ilyenkor mindenre koncentrálni, ugye kamera is volt a fejemen, fényképezőgép a kezembe, a Canon, azt még oda is kellett figyelni, még emberekkel beszélni, még kérdezni akartam, úgyhogy a képek, a videó nem jó, nem mindig jön jó ki, de úgy, olyan, amilyen, na, azt akarom mondani. Egy különböző féle fajta magoka, ez a sima mag itt van, amit így meg a milling, hogy van így, mit tudom én, ezt máskor beszínezik, hogy könnyebben lássen látni, és ezt ilyen granulátum, ilyen kerek golyókot csinálnak a magból, hogy könnyebben lássen kezelni. Aztán itt vannak bent az ilyen kísérleti tálcákba, itt keltetik ki a kicsi paradicsomokat, és itt elmagyarázzák, hogy hogy működik ez a hibridizáció processz folyamat. Izozime, analízis, molekular marker, gel, elektrofó, mit tudom én, itt beliteszik ide, azt megrázzák a DNA-t, szétválasszák, összekeverik, megizélik, és aztán lesz belőle egy új fajta. No. DNA sequencing. Single nucleotide polimorfózis. Ez a hölgyike, ez ő nem túl jó beszélt angolul, nemrég jött, azt mondja, nem tudom honnan, Fülöp-szigetekről, valahonnan a Ázsiából. Elmagyarázta a gyökérbetegségeket, meg egyéb betegségeket, ami a paradicsomot érinti, root knot disease. Na, aztán itt kint megmutogatták, hogy csinálják a megtermékenyítést, hogy a csipesszel leveszi a izét, a pollent, s a béporozza, mit adtak egy ilyen papírt, a hibridizációs folyamatot itt elmagyarázza, hogy csinálják. Ez a koma volt itt az egyik főgóri. Jó, ezzel megrázzák, ez csak ez egy ilyen elektromos fogkefe.
No, itt ez már a következő form. Itt nem állhatunk meg erről, csak egy rövid videó van, egy ilyen 3-4 perces, mert ez csak ilyen drive-by volt, tehát ez egy 1000 hektáros farm volt. Mennyit mondta? 2000 acre? Ez Oaks Farms. És lássátok itt az ágyások, hogy vannak csinálva. Nem tudom, közelről videó van-e, ahol lássátok, de hát itt pont nincs videó, már nem álltunk meg, ugye csak az ablakból. De, ja, itt műanyaggal le van takarva, és csak lyukak vannak a műanyagon, és oda ültetnek, és alatta öntöző tape van, ilyen öntöző szalag, és a tápanyagot is oda beteszik, és úgyhogy gyom nem tud nőni. Itt paprikát termesztettek, hatalmas mezők, több száz hektár van itt egy darabban. Akkor ott lássatok a nagy fehér dobozokat, amiben majd rakják, és úgy rakják fel a kamionokra. Ott a kamionon látszanak a fehér ládák. Ja. Ja, itt magyar paprika is van, ez a hosszú, világosabb zöld, ez magyar paprika, mondta is éppen a ez űrge, hogy Hungarian peppers, vagy paprika, vagy mit tudom, minek hívta. Na, és itt már megérkeztünk a következő állomásra, ami csak az Oaks Farms tulajdonában van, de ez egy 10 acre-es, ez csak egy 4 hektáros, egy kisebb hely. Itt, itt azt hiszem organikusan termesznek, bio termesztés is, és itt volt egy kicsi fájn traktorka. Bulla. Bika traktor. Itt is. Ez inkább olyan, ez az űrge az Oaks Farms-tól, akivel majd beszéltem, ezt örvendek, hogy megismertem őt. Mert mondtam, hogy láttam a kamionjait lent a Yarl Mulching-nal üríteni le. Mert vannak itt packing house-ik kint, Imakaliben, ilyen csomagolóház. És ott, ahol válogassa ki a zöldségeket, és mondtam, kérdeztem, hogy nem látna egy néhány fuvart azokból a helyet, hogy levinni a Jarlhoz, ott leürítse és fizessen, ledobjon nálam néhány fuvart, mert komposztot akarok belőle csinálni, én is mondtam neki, hogy egy kis farmot indítok éppen be. Azt mondta, de hogy nem, menj a websájtunkra, azt mondja, ott van az e-mailem, a telefonszámom se. Ja, a lépjél kapcsolatban, és oda küldök egy néhány fuvart. Na! Akkor menjünk tovább. Ja, Seed to Table az a neve itt ennek az operációnak. És itt mindenféle egy gyümölcsöt, dragonfruit, meg ananász, meg zöldséget, meg meg ott volt egy izés, egy aquaponics-ot hátrább. Itt még mindig a buszon voltunk, itt egy hatalmas fa, és egy ilyen építmény, a fa körül egy fa építmény. Nagyon érdekes volt. Live Oak, ez az élő tölgyfa. Annak híjak, és itt ebédeltünk meg, tehát itt vannak kint az asztalok. És ott volt az ebéd. Na ugye ez benne volt a túrának az árába az ebéd is. Tim és az Oaks Farmos gyerek. Ja, és itt mentünk be a lefedés alá. Ja, nagyon jó pofa, meg az a gyerek út. Ez a elfelejtettem a nevét, meg kell nézzem. Itt voltak az ételhegyek, rengeteg különböző zöldség, saláta, kenyér, meg ilyen olyan cuccok. Na, úgyhogy itt bépapáztunk, itt vannak a dragonfruitok. Én is így kell valahogy megcsináljam. Én nem akarom konténerbe tartani őket, ilyen fűt beteszem, de többet kell összekötözzek, 4-5-6-ot összekötözzem, és aztán így nőnek fel, és a tetejére kell a léceknek valamilyen szerkezetet szereljek, hogy tudjanak majd lecsüngeni és gyümölcsözni.
No. Amúgy azt mondja, hogy sok ezekből a zöldségekből csak azért van ide kitéve így konténerekbe, hogy már jönnek sok túrát csinálnak, sok gyermekek is jönnek látogatni, és akkor könnyebb, hogy járkáljanak a közöttük, hogy megnézzék, hogy gyomokot kihúzzák, és hogy mit tudom én. Hát azt mondja, nagyon élvezik a gyermekek a ilyen kertészkedési dolgokat. Na, itt volt hátul ez az aquaponics, ez a hol, mit tudom, hogy hívják magyarul, kicsit büdös volt se. Én nem szeretem az ilyesmit, hol bőtön. Na jó, itt már tovább léptünk, ez a következő farm, ez az biofarm, egy 6 acres biofarm. Ez egy kicsi operáció, hasonló inkább az enyémhez. Itt van a rengeteg ananász van. Kicsit sárgák, nem kapnak elég vizet, úgy néz ki. De van, amely gyümölcsözik, már ilyen pirosos ananásza van. Gyümölcse. Egy pillanat. Oké. Na, rengeteg ananász. Itt a milyen olyan csalátafélék zöldség. Ez, hol van nem csináltam fényképet a gyerekről. Nicknek hívják. Ja, itt van neki, szalmakalapba. De ez a gyerek. Egy olyan 40 körül lehet, kávé velem egy idős, talán egy pár évvel idősebb. És ugye kicsike az operáció, az övés, hasonló, mint az enyém. És ornamentális volt, ezelőtt virágokat termesztettek rajta, most átváltott zöldségeket termeszt, de azt mondja, hogy szeretne inkább ő is több gyümölcsöt termeszteni, meg polikultúrás rendszerbe. Itt látszik is helyenként, itt már a gyümölcsfák vannak, az ananászok mellett itt guavák, meg egyéb gyümölcsfák ültetve. De egyelőre azt mondja, muszáj nyomja az zöldségeket, mert a számlákot ki kell fizetni. Aztán itt is különböző módszerek voltak, letakarva, így meg úgy. Aztán ő mesélte, ő is használja a sunhempet. Nitrogen fixer, meg levágni, meg belé forgatni a fűtbe, papajái voltak még, néhány banánja is volt. Na, itt egy szerkezet, egy gép, ami azt mondja, nem olyan túl drága gép, azt mondja, hogy 1200 dolláros gép, a traktor után tud akasztani, és egyszerre fekteti a vásznat. Hát a képen nem tudom, fog-e jól látszani, nem látszik, de itt vannak, ja, itt van, ne tartsak, tehát húzza a fődet. Rocky, shut up, man! Oh, bocs. Két tartsa, hogy megy, húzza a fődet, tehát csinálja az ágyást, és teríti le ezzel a vászonnal. Nem vászonnal, ez a műanyag lepedő, mit tudom, minek hívja. És hátul is van két kés, ami mit tudom, mit csinál, a befejezi az ágyást, tehát behúzza, azt hiszem, a széleit, mit tudom én. És ezt is azt hiszem egy időbe fekteti ez a drip line, ez a... Nem slag, olyan, mint egy laposság, egy ilyen műanyag lyukak vannak rá ütve. Na. Ez a gép. Itt még van egy gépje, ami azt hiszem Bushhage. Három gépje volt, az egyik szántó, a másik azt hiszem ilyen Bushhage, és a harmadik ez a fektető. Itt van a gyerek, itt mászkáló mutatta ilyen olyan cuccokat, hogy még mit termeszt. Ja, itt már jobbacska főd van, itt mondta, ide ültetett sok sunhempet, ezt a napkendert. És mindenhol ilyen polilájnok vannak, öntöző, csepegtető. Ilyen olyan, mit tudom, salátak, spenótok, retkek, murok, ja, répa, sárgarépát. Termesz még finom sárgarépa, olyan volt, lila volt kívülről.
Ja, itt vannak ilyen lapos polylint használt a fővonalakra, és akkor abból csatlakozott le. Tamás, mit szólsz, katona Tamás? Hasonlóan csináljam én is ilyen csövekkel, vagy maradjak a kereknél, a férincsesnél. Én ilyen... Jó. Túl vékony, túl lapossal nem akarok menni, mert ez könnyebben eldugul. Még láthassátok, hogy van a műanyag, és azt a lyukak vannak ütve bele, és oda van ültetve, hogy a gyomok ne tudjanak jönni fel. Ez érdekes volt ez a török buza, vagy kukorica, hogy minek hívják. Nagyon alacsony volt, lát, egy két láb magas volt az egész, egy 50-60 centi magas volt, termett már a kukorica csutkar, ott vannak rajta, már leszakított a kettőt, és ott megkóstolták az emberek, mondták, milyen finom, édes. Nem láttam még ilyen csökött kukoricát. Na, mit fúltak itt még el? Ezek megint ananászok, vagy hagymák? Ja, itt még mi is volt, azt hiszem, cékla, vagy mi ez? Mit tudom én. Itt végbókláztunk, elbeszélgettünk, mondta, hogy majd jöjjek vissza, ugye mondtam neki is, James-el beszéltünk fel, és mondtam, hogy mi is hasonló dolgokat csinálunk itt kint, úgyhogy visszamegyünk majd James-el valamelyik percen, és összespanoskodunk vele. Itt volt a raktár, a hátul, itt processzálja az ötségeket, itt volt a mosóda, ezekbe a nagy műanyag edényekbe öblögeti a zöldséget, azt mondja, minden zöldséget háromszor leöblögetnek, mielőtt viszik az üzletbe. De ők, ja, ők hát ugye kisebb, kicsi farma is, tehát úgy dolgozik, hogy amit leszed aznap, nem szed le többet, mint amennyit el tud adni, vagy rendelésre, vagy amit vissza farmez marketra. Úgyhogy egy kicsi fine traktórka. Na, hátul volt egy kicsi sátor, itt se, egy kis demonstráció volt. Egy hölgy chef volt, és valamit rikkentett egy Vitamix-el, valami krémet, és valami zöldségeket ettünk ott. Na, arról nem csináltam képet, úgy látszik nem, de videó van, ha jól emlékszem. Olyan, mert pont itt már ült le a kamerám. A Mobius-ja. Úgyhogy lehet videó se lesz, mit tudom én. Na itt már a vásáron vagyunk. És úgy látszik, hogy nem csináltam az elején képet, de a videót úgy láttátok a bejáratnál. Itt még nappal volt, aztán már mindjárt este lesz, mert 6 után jöttünk ide, már mit tudom, fél hét felé azt hiszem. Itt volt a Kubota, csomó fine géppel, ilyen olyan négy kerekű, ez billenős. És ja, a négy kerék meghajta a sofétengelyt, ott látom. A lósegge. És az ongorista, egy tehát ez a fér, ez olyan, mint otthon a vásár, csak itt ugye nagyobb fenék van neki kerekítve, több a fény, meg több a csillogás, meg a játékok, meg a cicoma, meg a junk food. Úgyhogy menjünk előre, majd ott lássátok. Úgyhogy mindenféle játék, óriás kerék. Ez nem volt olyan túl nagy, ez ennél nagyobb is volt még, de... Meg... ezért rollercoasterek, hogy mondják magyarul. Ja, itt egy fine homlok rakodó. Érdekes, a Kubota James felült a kicsi hernyótalpas alsó gépre. Kubota mindenik gépire ki volt téve címkével az ár, és a 2-300 dollártól fel 700 dollárig havonta, 60-tól 72 hónapig, tehát részletre kamatmentesen direkt a gyártótól meg lehet venni ezeket. Majd mutatok egyet, amit én megvennék. De
nem tudok megvenni jelenleg, de ami nekem feküdne. Itt volt a képviselete, egy sátrik is volt, bementünk. Itt volt a Skidsteernek hívják ezeket, nagyon népszerű gépek itt. És ott a Zero Turn traktor. Ilyen commercial, 60 inch széles vágóasztal, az igen. Na, aztán itt kalapok. Ez egy ilyen bohóc show, az egyik videóban van egy részlet ebből. Ilyen, hogy ilyen kártyával szemfényvesztés, ilyen rajzolj le valamit, kitalálom, de ez szórakoztató. Itt leütünk, vagy 10-15 percig se élveztük a showt. Agrikadabra, ez valami mezőgazdasági előadás, gyermekeknek mobil WC-k, ott vannak a trailerök, akik messziről jöttek. Pávak, fehér páva, zöld páva, zöldes kék, és ilyen van a szomszédnak itt elő. Gyönyörű farkukon, hatalmas. Azt a tyúkok se, nyulak se, kecskék, libák, lovak, itt minden volt. Nem mérges műszi. Kint ilyen zöldségkertek is voltak, meg virágos kertek, napraforgó, káposzta, stb. Hát csak úgy volt megcsinálva, hogy nézzenek mind a kert, de cserepekbe voltak, tehát ilyen konténerekbe voltak. A zöldségek se virágok, nem földbe ültetve, csak így múlcsok, betakarták körülötte. Lovak is voltak, és ilyen lovas előadás, itt volt egy elkerített hely, ahol is volt itt, ahol itt vágtattak a kőbe a kábolyok. Na, de itt volt egy érdekes, a blacksmith, a kovács, ezt nézzétek meg. Kardiakomán a kamerám lemerült, de fényképeket csináltam. Egy kicsi régi traktor. Ősi. Még több zöldséges kárcs. Itt van a blacksmith. A kovács műhely. Ez egy idős házaspár Georgiából. Florida felett. És járnak, így járják az országot. De ez így a foglalkozásuk, és a hobbik, így öregségükre, ugye. Az öreg egy lakókocsit, nem lakókocsit, egy valami trailerre építette, egy kéttengelyes trailerre ezt a kovács műhelyt. És ugye jó régi, úgy néz ki, mint egy, itt megvan az ilyen Marvin Gardner telefonszám, e-mail. Rust and Flame, Blacksmith kovács bemutató. És be voltak ugye öltözve rendesen az öreg is az a köténybe, és a mindent szelszámított van, és itt van a fújtató, még megtekertem én is. Meg is mutatott, csinált egy kicsi patkót itt előttünk. Itt van a kályha, itt lehetett látni a lyukakon keresztül a tüzet. Mindenféle ilyen régi cuccok, szelszámok, kerekek. A nénike ütött a varrógép előtt, és kötögetett valamiket, horgót. Itt volt az ülő, itt kalapalt a bácsi. Nénike vétőzve fehér ingves, mert hol volt valamiket, ilyen csecsebecséket csinált, ilyen, mit tudom, kalkötőköt, ilyen. Itt az öreg úr üti a vasat, itt egy satupod. Visszatette a tűzbe, akkor még ütte. De ha itt elidőztünk, vagy 15 percet beszélgettünk. Ja, ők is nekiálltak zöldséget termeszteni a kertükbe. Na, ez az autójuk, és ezzel vontassák az egészet, hogy összepakolják persze. És itt még el is lehet aludni, tehát ez egy olyan, fel tudnak mászni és egyet aludni, de... De itt James-ék mellett laktak egy ismerősüknél abba az utcába. Egy érdekes út. Pulyka. Na. Itt még több Kubota gép. Traktorkák. Na, mechanikus bika.
Ez egy érdekes találmány. Most nem ültem fel, mert pont vacsora után voltam Jamesiknél vacsora, azt mondom, kihányom az egészet. De úgy meg tudsz hordozni, nem tudsz rajta maradni, hogyha nem vagy egy ilyen profi-profi cowboy, akkor nem tudsz rajta maradni. Úgy meg rángat, hogy és persze, itt attól függ, hogy a koma mennyire irányítsa, hogy mennyire rángasson, de különböző sebességi fokozatok van, és ő meg tudja kavarni ott a joystickkel. Úgyhogy a gyerek mindjárt úgy le fog kuppanni, hogy ne. Hopp, hopp, hopp. Hós nincs. Na, itt van még egy kubota, ez hernyó talpas, kicsire. Hát olyan, mint a Bobcat, ugye? Azt mondja, akkor ma a Bobcatnek többet nem szállítnak motrokot, mert régebb Kubota motrokkal, háromhengeres dízzellel szállítottak a Bobcateket, de úgy látszik most konkurencia nekik, és így nem szállít ma. Na, ezt a gépet nézzétek meg, gyerekek, milyen fajn. Tökéletes lenne nekem ide a halmra egy ilyen. Kubota BX25D. Dízzel akkor. Ja, gondolom ugyanaz a háromhengeres dízzelmotor halcsászt is. Tehát olyan ez, mint a backhoe az enyém, csak jóval kisebb, ugye. És az elejére épp fogakot kéne szereljek, csak akkor lehetne múlcsot hordani vele. De egy ilyen kisebb gépecske lenne, egy jó, hogy tudjak az ágyások között, a két banán sor között eljárni. És tudjak ásni, és ugye van egy kicsi ilyen ásólapát az egyik felén. És a másik felével tudnám hordni a komposztot, csak a múlcsot. Na de mennyi is volt, hol van az árcímkéje? Azt hiszem 500 dollár volt havonta, 72 hónapig. Itt egy drón repkedett. Na, hogy nem fényképeztem le az árcímkéjét. A videóban azt hiszem megmutatom. Egy 3D printer is volt itt bent. Ilyen, itt van a net. Egy vetítővel, valami szenzorokkal itt a homokkal volt a dobozba, hogy formálta, de egy különböző képen nézett ki, érdekes volt. Gyermekeknek játszóhely, meg itt rajzoltak, mit tudom, ilyen művészeti dolgokat falra kiragasztottak. És akkor itt van egy, ahova majd visszatérünk este, Ex-Woman fájszés, fehér népek. Ide majd visszatérünk. Nem tudom, fénykép lesz, de videót csináltam róla, csak még nincs feltöltve. Hát fel van már töltve, csak még nincs publisholva. Hogy össze kell a részleteket közben rakjam, mert sok rövidebb videót csináltam. És ide visszajövünk, hogy lesz ilyen bemutató láncfűrésszel, meg fájszével, meg fájszel dobigálás, meg itt van egy úszómedences, abban egy nagy rönk van, és arra csajok felállnak, sőt buligázzak. Na most már a sötétedik be minnyi Magic Maze, aztán itt mindenféle be tudsz menni, megjezgetnek, ezt felkötöznek, itt lass fel ilyen bungee, mit tudom, miféle, aztán vagyis junk food minden 3 méterbe. Egy szegény rabszolga elefánt is volt ott. Egy legócskába mocsok izé kenyére letettik a nagy kenyeret betettek a szájába. Aztán itt mindenféle ruházat, kalap, csecsebecses, kutyafüle. Roasted corn, ice cold drinks. Ja, ezek mind olyanok, hogy ez mind utánfutóra vannak építve, néhol látszik a kerék, de sok hely nem is látszik, mert le van engedve az oldala teljesen, így ki vannak díszítve, lámpák, címkék se. De amikor végeztek, ezt hajlítsák be az oldalait, a tetejeit, így csukják össze, se kötik a pickup truck után, és mennek a következő showra. Fényképészek se. Ott még tetovál, nem volt azt hiszem rendes tetováló, csak ilyen izé body painting, csak ilyen henna. Ilyen takó, olyan takó.
Hillbilly Kettlehorn. Ez egy pattogtató kukorica. Pina colada. Face painting. Airbrush tattoos. Ilyen olyan, ez egy ilyen felfújható izé volt, csak körbe ment a egy nagy ilyen rúcs alatt kellett szökni, hanem leütött. Ilyen mindenféle játékok, aztán fal, sziklamászás, kacat temérdek, aztán ruhas mindenféle ketyere. Azt hiszem az volt az egyik legmagasabb, itt egy nagy rút fels, aztán itt forgatta az embereket. Itt mit csináltak? Azt se tudom, mit csináltak. Ja, majom volt bent, mit tudom én. Country üzlet, funnel cakes. Annyi szemetet lehetett tenni. Airbrush. Az érdekes volt az izének, megforgatott, felállva voltak az emberek benne itt a szélibe. És becsukva oda egy ajtó, meg itt. Pörgetett. A koma a kalapáccsal, azt mondom, megütött ide felmenjen. Kosárlabda dobálás. Azt se tudom, kitűzők, jávények, nyakláncok, mit tudom, mit élik. Tehát mindenféle ilyen célba dobás, ugye, hogy dobd le, vagy lőd ki, és akkor kapsz egy ilyen plüss macit, tudjátok, ez a szokásos, hogy ide üvegekbe kellett valamit belédobálni, és akkor kapsz egy valamit, mit tudom én, ja, mind ilyen bolond játékok. Aztán pénztaszigálós gépek is volt. Ja, amit nem vettem semmit, úgyhogy ja. Se ételt, se játékot, se semmit, én csak fényképezni vagyok, itt mondtam is nekik, mikor közben valaki mondta, gyere ide, gyere, csíj, játsz, ugye? Mondom, én csak fényképezni vagyok, itt hagyjatok békén. Music Express, esetem mi volt. Itt is ilyen pörgősen, nem látszik itt jó, de talán azt hiszem van egy rövid videóm róla. Érdekes volt, ez meg pörgette. Haunted Mansion. Jelzgetős izék. Surf City. Ezek is megráztak. Megráznak, megforgatnak, megpörgetnek. White Claim, az mi is volt? Csónak, vagy mi? Ja, nem, itt is pörgettek, forgattak. Nemféle masinálva jó megforgatnak. Enterprise, az ilyen repülőcsésze, ahogy forogott, pörögött el, és ebbe belé kellett mászni. Egy az volt az óriás kerék. Ilyen létre is volt, ilyen lefektettes, ha végigmásztál, akkor kaptál egy, mit tudom, mint egy kis macit, vagy valami hülyeséget. Sizzler, ez mi volt ez menni? Ugye egyszer voltam én egy ilyen helyen, nem vasár, hanem egy ilyen spécie parkba, Six Flags-be, biztos hallottatok a Six Flags-ről. New Jersey-be voltam egyszer, egy csajjal, egy magyar csajjal. Az vagány volt a, ja, a rollercoasterek, nagyon élveztem, a kemények voltak, egy-egy olyan gyorsan ment, hogy közel 200 mérfőddel, azt hiszem a leggyorsabb. Lemonade. Ez is valami körbe menős. Ja, itt volt a hajó, ne ez a hajó. El is hátra ment, becsapta. Ja, nem emlékszem, hol is volt még. Budapesten a Vidán Parkban láttam annak idején ilyen hajót. Na biztos mindenhova. Na, mi volt még? Ja, ez a hajó megállva. Snake Woman.
Ja, ezt nem tudom már mit csinálod, de nem mentünk be. Biztos egy nagy boa vagy pitonnal játszott. Rock and roll fun. Penthouse. Funhouse, nem penthouse. Ez meg mi a csuda volt? Olyan, hogy ment lesfél a sok kocsit körbe. Ördög szeké. Fireball, ó, ebbe a karikába belül volt a kocsi, így ment körbe belül. Olyan, hogy Jamesig beliraktak egy pár 25 centest. Airbrush. Te koma ment a létrán. Le is esett, mikor félig elét. Nem olyan könnyű, mint aminek látszik. Ja. Azt hiszem jobban ki kell nyújts magad, hogy elhozd a súlyodat. Mit tudom én, nem próbálhatom. Na. És ennyit, most már a vége felé vagyunk. Van kezdtünk menni kifelé. Még ott repülnek pár ember odafent. Ez volt a vásár, gyerekek. Na! Na jó hosszú lett, hely 41 perc. Na jó! Remélem már éveztétek, soha nem akkor. Sorry. Na pa.